Október 9-én sajtótájékoztatót tartottak a kolozsvári Magyar Operaház emeleti előcsarnokában. Ez alkalommal Szép Gyula operaigazgató elmondta, hogy Selmeci György Víg operájának kolozsvári ősbemutatójára a budapesti művészetek palotájával létrejött együttműködésnek köszönhetően kerülhet sor. Novák Eszter rendező a viszonylag rövid előkészítő próba folyamatról beszélt, majd röviden ismertette az opera alapjául szolgáló történetet. Ez a középkorban játszódik, egy nagyvárad melletti falucskában, melynek népe templomot épített, és Szent László királynak szeretné szentelni. A bökkenő csak az, hogy a 11. századi lovak király ekkor még nem volt szent. A falusiak ezt is meg szeretnék oldani, és küldöttséget menesztenek a nagyváradi püspökhöz. A vígjáték végére győz a nép akarata és hite, és sor kerülhet a templom szentelésre is. Ez a történet mennyire középkori és mennyire mostani? Nem mondanám középkorinak, és nem mondanám mostaninak, hanem azt mondanám, hogy olyan általános, mint minden igazi és izgalmas remekmű, azok a művek is, amik kiállják az évszázadok próbáját, vagy néha évezredek próbáját, azok is azért állják ki, mert olyan emberi mondandó van bennük, amelyik nem változik, vagy amelyikre újabb és újabb korok újra és újra rá tudnak csodálkozni. Tehát tulajdonképpen vegyük úgy, hogy ez egy 21. századi rácsodálkozás egy legendáriumra és egy kultúra majdhogy nem kezdetére. És ez ebben inkább szövetséget mondanék, tehát nem mennyire, hanem összefügg a két dolog. És valóban ezt a történetet kicsit el kell emelni abból a korból, amiben játszódik, de azt gondolom, hogy mivel az egyszerű nép hitéről szól ez a történet, és a zene is valahol ennek néha a fonákságait, tehát a kicsit a komikus oldalát, az egész történetben a játékosságot, vagy éppen a nép nyelvének szerintem általános és évszázadokon keresztül megmaradt hagyományát tükrözi, vagy a szakrális zenének szintén az ezer éves történetéből vannak olyan momentunk, ami ma is ugyanúgy érvényes, tehát ennek a keveréke a muzsika, úgyhogy egy mai zenét hallunk, de nagyon jól illeszkedik a ezer évvel ezelőtti történethez is.